Csak némi apró pénz kerül a legtöbb ember pénztárcájába bevásárlás előtt. Ennyi marad élelmiszerre a rezsiköltségek tisztázása után. Fizetve a rezsit, kajára nagyon kevés jut. Azon spórolunk. A nyugdíjasok többsége nehéz körülmények között él, mégis úgy vélik, könnyebb helyzetben vannak, mint a fiatalok, akiknek bizonytalan a pénzforrásuk. Szerényen élek, tehát amire én nekem szükségem van, meg lesz nekem, de sajnos sokakat ismerek, sok embert, akinek nem lesz lehetősége megvenni, amit szeretne. Sokak szerint az idén még nehezebb lesz megélni, mint az előző években. Mit vár, könnyebb lesz ez az év? Nem, biztos, hogy nem lesz könnyebb, nem. De hát ezt így is mondja mindenki, úgyhogy ez van. A szegénység megmutatkozik a szabadkai tejpiacon is. Egyre kevesebb a vevő, ők is csak kicsiben vásárolnak. Az emberek jönnek vásárolni 5 dekát, 10 dekát, és megmutassák a bukszát, hogy üres. Az árusok igyekeznek elfogadható árat biztosítani. A húst nem tervezik megdrágítani az idén. Abban bíznak, így megtarthatják vásárlóikat. Inkább menjünk le az árakkal, mint fölfelé. Úgyhogy reménykedünk, hogy jobb évünk lesz, mint a tavaly. A tisztálkodási szerek és az élelmiszer is olcsóbb a piacon, mint az üzletekben. A legtöbb árus a kedvező árak mellett sem remél sok vásárlót az idén. Nem látok abszolút, hogy valami több vásárló esetleg, hogy legyen. Mindig kevesebb is kevesebb. Az átlagos fogyasztói kosár megvásárlásához egy szerbiai családnak több mint 60 ezer dinárral kellene rendelkeznie a statisztika szerint. A gond csak az, hogy ezt az összeget legfeljebb a fővárosiak tudják kifizetni. A vajdaságiak többségének kisebb a vásárló ereje. Ezzel együtt kevesebbet tudnak élelmiszerre is fordítani.